Emlékszettek még arra, hogy a Szigetnek volt egy himnusza, illetve van egy himnusza. Az az igazság, hogy én már egy kicsit el is felejtettem, meg unom is, úgyhogy arra gondoltam, hogy írok egy újat. Egyáltalán sem milyen hangszeren nem tudok játszani, nyilván szöveget sem tudok írni, de azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia mindent megold, úgyhogy írok mesterséges intelligenciával egy új Sziget himnuszt. Igazából fogalmam sincs, hogy mi legyen a szöveg, elképzelésem sincs, de mindig megkérdezek néhány embert, hogy nekik mi jut eszük be először a Szigetről. De kár, hogy nem 95-ben vagyunk. Ez nekem a munka! Munka. Jó, munka. Meg este szórakozás. It's fun, impressionable, it's beautiful. It's life. It's life. Freedom. Freedom? Yeah. Amazing. Fogalmam nincs. It's so much fun. Okay. Just art, chill, cool, alcohol. Munka. Freedom. Freedom, okay. Yeah. Which comes into your mind? Wonderful, oh. Wonderful. Freedom. Freedom? Yeah. Okay. Okay. Thank you very much and have fun. Thank you. Szóval a szigetlakók elmondták, hogy mi az első szó, ami eszükbe jött a fesztiválról. Ez már egy jó irány, de összeírtam, hogy mit fogok mondani, vagy mit fogok kérni a mesterséges intelligenciától. Szóval, hogy a feladat az lesz számára, hogy írjon egy dalt arról, mennyire jó a Sziget Fesztivál, ahol együtt bulizik rengeteg fiatal, de nagyon sok más program is van. Például cirkusz, színház, vándorbusli, illetve élő szobrok. Ugye kértük, hogy legyenek benne olyan szavak, mint szabadság, buli, szeretet, szórakozás, és legyen szó benne arról is, hogy sokan dolgoznak, nem csak buliznak. Megemlítjük majd, vagy legalábbis reméljük, hogy a mesterséges intelligencia megemlíti, hogy változatos a zene, vannak zenekarok, meg DJ-k, és ugye mivel ez egy jubileumi fesztivál volt, hogy több mint 30 éve buliznak itt a fiatalok. A kérés pedig az, hogy legyen nagyon pozitív, vidám, meg kicsit vicces is, hiszen mégiscsak ez lesz a Sziget himnusz, szóljon mindenkihez. Írtam néhány dalt egy délelőtt alatt, olyan 8-at, szerintem mindegyik sláger, de hogy ez bebizonyosodjon, elhoztam ezeket a dalokat a ProVibe stúdióba, és Horváth Gáspárral megnézzük, hogy ő mit gondol róla, hiszen ő az Airi Mafia alapítója, ő írta az előző Sziget himnuszt, az ő dalukat fogja az én következő Sziget himnuszom lecserélni, ha minden jól megy, úgyhogy nézzük meg, hogy ő mit mond rá. Küldtem neked néhány dalt, amiket én írtam délelőtt. Úgy gondolom, hogy köztem van a Sziget következő himnusza. Te mit gondolsz erről? Hú, hát hogyha mondjuk egy reklámzenei megrendelés beadnál be egy délután alatt 8 ilyen variációt, akkor azt gondolom, hogy elég jól helyezkednél. Azért szerintem egy Sziget himnuszhoz egy kicsit talán ennél több kell, vagy mondjuk több eredetiség, de az tény, hogy nagyon meglepően belövik ezek a dalok azokat a stílusbeli követelményeket, amik mondjuk egy műfaj körül, vagy egy szöveg körül így kikristályosodnak, mint követelmények. A fénybefődik az óriás színpad, cirkuszi színház csalogat, legjobb koncertek tibögnek itt az a perdő. Egyébként, amikor ti az Airi Mafiával a Sziget himnuszt megírtátok, akkor mik voltak a gondolati síkok, vagy mi mentén indultatok el, mikor elkezdtetek rajta dolgozni, arra még emlékszel? Igen, emlékszem. Egyébként azért is, mert ez egy jubileumi év volt az Airi Mafia számára. A 10. évünkben kaptuk ezt a felkérést, vagy lehetőséget. Én korábban kezdtem el a zenei alapon dolgozni, és Szena később csatlakozott rá, mert ő éppen akkor nyaralt Gánában. De a Sziget részéről Rádai Dávid barátom volt az, akivel a kapcsolatot tartottuk, és ő egy, hát kicsit talán ilyen reklámzenei megközelítéssel adott egy briefet nekem, hogy mi az, ami végül is számukra fontos lenne. És ugye az Island of Freedom szlogen az már akkor is egyértelműen jellemezte a Szigetet, és valahogy ezt a
hangulatot próbáltam meg először zenében, aztán később Szena bekapcsolásával szövegben megjeleníteni. Ott igazából egyetlen egy trükk volt, amit nem is vagyok benne biztos, hogy tudatosan alkalmaztam, hogy a dal végig molban történik a versszakok, és a refrén pedig durba átvált, tehát ugyanannak a hangnemnek a dur-moll váltakozása. Az egy olyan emelkedett hangulatot tudott adni a refrénnek, ami úgy felemeli ezt a dalt. Filmekhez, reklámokhoz, bevásárlócsarnokban, tehát ilyen kísérő elemként használunk. Ezek azok, amik igazából, hát hogy mondjam, veszélyben vannak, vagy legalábbis az alkotói vannak veszélyben, mert ezeket pillanatok alatt ki lehet cserélni. Csak ugye ez meg tovább vezet egy másik kérdéshez, hogy ott nem is feltétlenül elvárás az, hogy az egy annyira különös, egyedi, vagy egy zenei márkához, vagy egy önkifejezéshez kapcsolódó tartalom legyen, hanem csúnya szóval élve az egy termék, ami végül is eléri a célját azzal, hogy szól. Zenészként azért az ilyen típusú töltelékzenéket amúgy se tekintettük olyan nagyon művészi szempontból olyan nagyon nagyra. Én azt gondolom, hogy az AI az dallamok létrehozására már alkalmas. Én használok alkalmanként olyan segéd programokat, amik mondjuk a chord progressionöknek, tehát a harmónia menetnek a variációiban esetleg tudnak segíteni, fordításokban, szólamvezetésben, de ami szerintem egy dalnak a hangulatát meghatározza, az a hangszerelés, és az pedig egy produceri vagy hangszerelői feladat. És itt még szerintem nem olyan fejlett a zenei része az AI-nak, hogy ezt mondjuk megdöbbentően jól csinálja. Ugyanakkor, ha mondjuk azt a módszert alkalmazzuk, emberi kontextusba helyezték, és emberek játszották el azt a dalt, akkor viszont már nagyon könnyű megtéveszteni a hallgatókat. Lehet, hogy hasonlót tud írni egy algoritmus, de mondjuk pont olyat, mert pont azok a hatások, meg azok a mindenhonnan jövő elemek, az nem fogja őt elérni, és nem lesz annyira kreatív, mint egy zenész. Te ezzel egyetértesz zenészként, vagy tök hülyeséget beszélek? Hát ez megint azt a filozófiai háttérkérdést veti fel, hogy a tanulás mennyisége, minősége, meg az adatbázis, amiből ez az algoritmus tanul, ez mennyire lesz fejlett. Én azt gondolom, hogy itt mondjuk én szétválasztanám a hangfelvételt, meg az előadás módot. Az alkotást nézzük, akkor itt igazából csak az a kérdés, az a kapacitás, vagy az az idő, hogy ez az algoritmus milyen, hogy mondjam, milyen mennyiségben és milyen minőségben tud tanulni. Ugyanakkor az ember zenei kifejeződése sem pusztán a tanulásából áll. Tehát az, hogyha valaki mondjuk egy hangszeren évekig tanul, akkor utána az egy kifejező eszközzé válik a számára, de nem csak azt a tanulást fejezi ő ki, amit mondjuk korábban a zeneórákon, a zeneiskolában megtanult, hanem sokkal inkább az életéből szerzett tapasztalatokat, az érzelmeit fejezi ki azon a nyelven, amelyet megtanult. Szóval itt igazából ezt a kérdést veti fel, hogy az AI milyen más impulzusokat lesz képes, beilleszteni mondjuk a zene nyelvére, vagy hogy mondjam, hogy fogalmazok, tehát hogy tud majd a zene nyelvén kifejezni olyan más impulzusokat, amiket máshol szerzett. Szeretet és szórakozás, ez itt a mi szigetünk. 30 évnyi öröm vár ránk, együtt tomboljunk. Koncert és a koncerten történő energiáknak a megélése, kifejezése,
átadása az szerintem továbbra is az embernek egy olyan sajátossága, ami egyedülálló, ami miatt az élő zene az, és a koncert az különösen fontos lesz. És egyébként a közösségek átrendeződése is szerintem ezzel jár. Ugye a zene felhasználás, zene fogyasztás szempontjából én úgy látom, hogy egyre inkább felértékelődnek azok a kisebb, önazonosabb művészek, akik kisebb közösséggel dolgoznak, viszont azt sokkal figyelmesebben kurálják, gondozzák, és jobban tartják a kapcsolatot a rájuk időt, energiát, pénzt szánó közösséggel. Úgyhogy az élő zene az valószínűleg szerintem most még marad, de aztán majd meglátjuk, mert fene tud.